Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. A mai műsor vendége pedig Kertes István, a Gyula Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a kedves nézőket! A közelmúltban nem csak a sportélet indult újra a városban, hanem a sportpályán is elkezdődhettek a tervezett beruházások. A képeken is látható szakaszon eltávolították a már megrongálódott, elavult járdalapokat, helyükre pedig egészen a lelátóig vezető sétányt alakítottak ki. Ezen felül most kezdődhetett el a középső, salakmotorpályával határolt füves pályán az automata öntözőrendszer kialakítása. Az elmúlt időszakban mondhatjuk, hogy újraindult az élet, a sportélet leginkább. Gyerek zsibolyt hallani ugye már itt a közelben, de hát a fejlesztések terén is újraindult az élet. Melyek voltak ezek? Hát ugye itt két részre bontanám a dolgot, ahogy az első gondolatban is említetted, ugye itt a sportélettel kapcsolatban újra lehetőség nyílt arra, hogy tornákat rendezzünk a legkisebbeknek, akkor megnyissuk a nézők előtt a rendezvényeinket, ugye a megfelelő járványügyi előírások mellett, és ebből kifolyólag azért az emberek is beleláthattak már a mindennapi életünkbe, és itt a sport rendezvényeken kívül ugye a fejlesztéseink sem álltak le, hiszen minden évben a Gyula Sport azért törekszik arra, hogy azt az infrastruktúrát, amely a Gyula város lakosságának, illetve gyermekeinek a mindennapi sportolási lehetőségét biztosítja, a lehetőségeinkhez mérten fejlesszük. Így ebben az évben is jelentős fejlesztéseket hajtunk végre, vagy szeretnénk végrehajtani. Ugye itt az egyik régi álom a közlekedő utaknak a megújítása, ahol éppen most állunk, ez egy jó hosszú szakasza annak a járdaszakasznak, amit szerettünk volna megújítani. Annál is inkább, mert balesetveszélyessé váltak már ezek a járdák, és a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk ezeket a közlekedő utakat megújítani. A másik beruházásunk, ami szintén egy régi álom, az, hogy mi hatékonyabbá tegyük itt a zöld felület kezelésünket, ugye a salakmotoros pályán automata öntözőrendszert telepítünk, és akkor, hogyha azt befejeztük, és bízom benne, hogy jól fog működni, akkor már elmondhatjuk azt, hogy két füves pályánkat tudjuk automata öntözőrendszerrel öntözni, ami ezekben a meleg időszakokban nagyon lényeges, hiszen így gyakorlatilag automata rendszerrel tudjuk az öntözést elvégezni, ami a hatékonyságot növeli. Hány év tervei valósulnak meg most? Hát most ezek a beruházásaink, őszintén megmondom, ezek tavalyi, illetve tavaly előtti terveink voltak, de most tudtunk rá anyagi forrást szerezni, és örömmel mondhatom, hogy június 30-ával valószínűleg be is tudjuk fejezni ezeket a fejlesztéseinket. Térjünk rá az öntözőrendszerre, az automata öntözőrendszerre. Ez miért fontos? Hát azért fontos, mert ugye itt a mi sporttelepünkön azért, akik itt nap mint nap kilátogatnak, azok azt láthatják, hogy nagyon nagy használatnak vannak a pályáink kitéve, ugye mert egyrésztről mi nem csak a versenysportot szolgáljuk ki, hanem ugye azért itt vannak amatőr csapataink is, akik ugye amatőr bajnokságban szerepelve, illetve olyan sportolóink, akik szabadidős tevékenységet folytatnak, és ugye ők használják ezeket a létesítmény pályákat. És ugye így a karbantartási időt tudjuk úgy optimalizálni, hogy esetleg tudunk éjszaka öntözni, vagy korán hajnalba locsolni, amikor ugye egyébként pedig nem kell hozzá fizikai munkaerő. Több munkaeszközt már korábbi műsorban is bemutattunk. Azok most segítségére vannak a munkálatokban, ha az öntözőrendszer kialakításánál? Hát azok a berendezések nem közvetlenül az öntözőrendszer kialakításánál vannak segítsége, hanem elsősorban a pályáknak a minőségének a javításában. Tehát itt azok a karbantartások, amelyek ugye szükségesek ahhoz, hogy a gyepszőnyeg megfelelő állapotban legyen. Ez a géppark, ez már professzionálisnak nevezhető, tehát megfelelő ahhoz, hogy el tudjunk végezni olyan feladatokat, amelyek már nem csak arról szólnak, hogy vágjuk a füvet, meg locsoljuk. Melyek lesznek a következő tervek? Hát nagyon szeretnénk megvalósítani a sportcsarnoknak a tetejének a felújítását, ugye, mert ez már egy előregedett tetőrendszer, és azt szeretnénk megújítani,
illetve a tribün alatti részeket, öltözőket, folyosót, játékos kijárót, ott irodát szeretnénk még egy kicsit felújítani. Valamennyi utánpótlás és felnőtt bajnoksága a végéhez ért 2021-ben, a járványhelyzetet is figyelembe véve eredményes szezonra tekintenek vissza az egyesületnél. A csapat sportban a női kézilabda kapja a legnagyobb reflektorfényt, a klub idén az 5. helyen végzett. Térjünk rá magára a sportéletre, beszéljünk egy kicsit a csapatokról, így lassan minden bajnokság a végéhez ér, vagy már véget ért. Mit lehet elmondani összességében a Gyula Sport képviselőiről? Hát én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez, illetve a humán forrásainkhoz mérten helyt álltunk minden területen. Több mint 200 gyerek sportol a labdarúgó szakosztályban, a kézilabdában egy 120-125 gyerek, a kosárlabdában egy 70-80 gyermek, atlétikában is egy 40 gyerek, aki sportol. Tehát itt azért bőven az 500 környéke a gyerekeknek az a létszáma, aki a Gyula Sport színeiben sportol. És én azt gondolom, hogy nyilván itt még az óvodákkal való kapcsolatunkat nem is számolom bele, ahol most sajnos a pandémiai időszakában ugye nem nagyon tudtunk foglalkozásokat tartani, de az intézményi programjainkon keresztül ott vagyunk az óvodákban is. Felnőtt bajnokságokkal kapcsolatban mi a vélemény? Hát ugye itt a Gyula Sportot elsősorban a női kézilabda csapat érinti, ugye 5. helyen zártunk, ami egyrészről azt mondom, hogy egy közepes teljesítmény, ahhoz képest, amit szerettünk volna mi ebből kihozni, de ugyanakkor meg azt a részét figyelembe véve, hogy a csapat az első fél évben ugye egy viszonylag zavartan a felkészülést tudott produkálni, és a második fél évben pedig olyan változásaink voltak, ugye, hogy az edzőnőnk, aki ugye anyai örömökkel nézett és egy egészséges kislánynak adott életet, ez azért borította a mi programunkat. Nyilván ez nehézségekkel járt, de nyilván mi ennek örülünk, hogy ez így alakult, és utána ő is vissza tudott állni az edzés munkába. A csapaton belül pedig több olyan ember volt, aki munkahelyet váltott, volt olyan, akinek iskolai elfoglaltságai voltak, és ez nyilván felborította azt a fajta egyensúlyt, ami az első időszakban volt, de bízom benne, hogy a újrainduló bajnokságban egy kicsit jobban fogunk tudni szerepelni. A Magyar Labdarúgó Szövetség átfogóan változtatja meg az utánpótlás képzés struktúráját. Az új rendszerben a Gyula Sportnak is fontos feladata lesz. Az egyesület szakemberei ezentúl azon tehetséges fiatalokat térképezik fel, akik akár egy következő lépcsőfokot is megugorhatnak nagyobb kluboknál. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek ugye átalakult az utánpótlás képzési rendszere. Ez mit jelent a Gyula Sport számára? Hát ez azt jelenti, hogy ugye ez a rendszer ez 2021. július 1-ével lép életbe, ami olyan változásokat generált ebben az egész struktúrában. Ugye, hogy eddig is Bozsik alközpont voltunk, de most egy teljesen más fokozatú utánpótlás képzést épít ki a Magyar Labdarúgó Szövetség, ami úgy néz ki, hogy vannak az A-szintű akadémiák, ez Magyarországon, ez 10 darab van ebből, aztán vannak a B-szintű tehetségközpontok, ebből általában megyénként egy van, jelen esetben nálunk Békés Csaba, és utána jönnek a C1 szintű képzőközpontok, ez Békés megyében 3, a Orosháza, a Békés Csaba UFC és a Gyula Sport Nonprofit Kft., illetve alattuk vannak azok a D-szintű grassroots klubok, akik nem kerültek be ebbe a képzési rendszerbe, az ő szintjük az egy grassroots szint. Erre a szintre úgy lehetett bekerülni, hogy a WPASS, egy belga Audi cég, aki átvilágította a különböző sportszervezeteket különböző szempontok szerint, és készített egy értékelést a sportszervezettel kapcsolatban, és nyilván ennek alapján választották ki azokat az egyesületeket, akik alkalmasak lehetnek ennek a feladatnak az ellátására. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek alá a KK központok alá, tehát amik például mi is vagyunk, egy olyan 10-12 darab klub fog tartozni,
ahol a KK központnak lesz a feladata a tehetséges gyerekeknek a menedzselése, kiválasztása, illetve különböző tornáknak a megszervezése és a B-szintű tehetségközpontokba, majd illetve az akadémiákra való továbbítása a gyermekeknek. Ez a gyerekek szempontjából miért jelent előnyt? Hát én azt gondolom, hogy ha ez a rendszer ez jól fel tud állni, és mindenki megtalálja a maga helyét ebbe, akkor, és mindenki tudja, hogy mi a feladat és mi a szerepe, akkor a gyerekeknek az a fajta áramoltatása és a tehetséges gyerekeknek a menedzselése az egy sokkal egységesebb, egy sokkal stabilabb rendszeren keresztül fog megtörténni, mint ami eddig volt. Sok sikert kívánunk akkor ez a munkához, köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Nézőknek pedig a figyelmet köszönöm szépen, viszontlátásra!